Jön a mindent eldöntő ötödik összecsapás, ahol kiderül, hogy 2017 után az Alba, vagy sorozatban negyedszer a Falcon lesz a bajnok. Jó estét kívánok, kedves nézők, tisztelettel köszöntöm Önöket. Én mondanám, hogy nincs más hátra, mint előre, hogy élvezzük ezt a döntőt. Mi megtehetjük, hogy élvezzük. Tájbi ki tudja passzolni, Kovács érkezik, és egy dudaszós tripla. Dobni kell, Tájbi áll bele, dupla. Akinél ott a labda, Vojvoda, és Perle el tudja tőle venni. Nagy harc egy kettő között, és megint, ugye, amit kiemelt, korábban is látszódott már, hogy Perzoli mekkora energiákat tesz a védekezésbe is. 14-11, átvette közben ugye a vezetést a Falcó, 3 a Falcó előnye. Vojvoda, ez most kimarad, a lepattanó Baracsi, Perl gyorsít a bal oldalon, és jó a kosár. Próbálják becsapdázni, Keller tovább, sövegjártó, szépen járatják. Nagyon szép játék volt. És 28-18. Perl végig tudja vinni. És megint egy dudaszós kettes, 30-18. Barács, Tájbi, bemegy. Akkor pedig egy pillanatig úgy nézett ki, hogy a Falcó elbizonytalanodott. Jön a gyenge oldal, csak közben ott a passz. Egyelőre a 7 pontnál nem tud közelebb jönni az Alba, mert hogy Kovács elkapta a fonalat. Barács ott marad mismatchben Somogyival. Sövegjártó, szép befejezés. Barács jól játsza. Igen, nagyon jól olvasta ezeket a szituációt. Nagyon összeszedettek. Igen, és a negyedik meccsen is ugye a zónára jól reagált a Falcó. Ez pedig értedetlenül könnyű volt szerintem. Egy 3 másodperc a hátra, egy belépő ember megkapja ilyen könnyen a labdát közel a gyűrűhöz. Perl, pocs tisztán, ez talán jobb, mint az előző, igen. Szépen türelmesen játszik a Falcó, nem gyorsítja fel a támadását. És Kovács megint. Ugye az Alba nem tudja átlépni a saját árnyékát. Az a tizen belülre most nem tud kerülni. És Perl meg bedobja falttal együtt. Igen, elcsúsztak védekezésbe, eddig erős kisegítés volt, most ez laposabb lett. Pot. Kovács egy lábas, de bemegy. Hát szinte hiba nélkül játszik ezen a mai meccsen. Falcó. Barács. Beforgatja Fordot. Hihetetlen türelemmel, maga biztosan ott. De ez a kettő is fontos. Én még egy kicsit kiemelném azt, hogy ugye Baracsi is, amilyen higgadtan osztogatott alsó posztról. Most már szerintem kivel meg 22. Nem lehet 90 pontot dobni ennek a Falcónak, de még így a van. 70-nel is probléma van. Úgy így van. Elő van Tájbi. Még egy zsákolás. 84-68. De megnyerik a bajnoki döntőt. Így a Falcó Vulcano Energia KC csapata története során 5. alkalommal magyar bajnok. Zsinórban pedig negyedszer nyerik meg a finálét. 2019, 2021 és 2022 után 7 másodperc van hátra, de itt már nem akar támadni Perl, Zoltán sem nagyon. Jöhet a kézfogás. Bajnok tehát a Falcó együttese 2023-ban. Nagyon szépen játszottak, tényleg. Ilyen 5. meccset lehozni, ez nagyon ritka, hogy egy csapat ennyire így egybe tud lenni. És jár a gratuláció mindkét csapatnak, mert tényleg jó, nagyon jó döntőt láthattuk, úgy gondolom. De ez a Falcó már ellenállhatatlan volt.
Úgyhogy elkezdődik itt most egy önfelett ünneplés Szombathelyen a bajnoki cím után.